Újságírói nagyon fontos dilemma, vagy nem is tudom, hogy dilemma, de minden esetre pont a magyar rádió életében, ameddig ön ott elnök volt, illetve az egyik, amikor már nem volt elnök, az egyik, amikor még elnök volt, az összödi beszéd kezelése. Az azért újságírói szempontból is egy kihívás lehetett, mint pillanat. Tehát emlékszik arra, amikor megkapták az összödi beszédet? Persze. Kitől? Hát azt most nyilván nem fogom megmondani. Miért nem? Hát azért, mert az újságíró a forrásait nem szokta felfedni. Igen, sajnos mindenki ezt válaszolja erre, soha nem fogjuk még tudni, hogy kiszivárogtatta ki az összödi beszédet. De jó, akkor emlékszik arra, hogy mi történt? De egyébként nem biztos, hogy az szivárogtatta ki, akit mi megkaptuk. Azt csak úgy hozzáteszem. De sejti, hogy kiszivárogtatta ki? Fogalmam sincs. Szóval igen. Nem, nincs fogalmam. Jó, rendben. Tehát akkor emlékszik erre a pillanatra, megkapták CD-n, vagy nem tudom hogy, és dilemma volt, hogy közöljék-e? Hát igazából nem volt olyan nagyon nagy dilemma. Tudtuk, hogy máshol is ott van. Azt kellett megítélni, hogy az hihető-e, hogy ez megtörtént, hogy ez nem egy összefabrikált dolog. Tehát megerősíteni az információt, kvázi. Ha meg lehet. Igen, igen. Meg lehetett. Hát nem, nem tudom pontosan felidézni, akkori ugye szintén 4,5 éve volt. Kollégák felhívtak több szocialista párti politikust, és egyik se azt mondta, hogy ez nem igaz. Tehát mondtak ezt meg azt. Ön személyesen telefonált? Nem, én nem. Hát én nem vagyok műsorkészítő. Csak hogy kellenek ezek a kapcsolatok, ezért kérdezem. Ja, nem, hát azért egy ilyen helyzet, tehát a politikai újságíróknak megvannak a maguk kapcsolatai, tehát el tudnak érni politikusokat a mobil számokon, hétvégén is. Meg hát ez egy olyan ügy volt akkor már, hogy... Tehát nem nagyon tehették meg, hogy nem nyilatkoznak, de nem, tehát nem, senki nem mondta azt, hogy ez egy hamisítvány, nem igaz az egész, mindenki. De akár előtte, akár utána, önhöz nem jelzett a politika, hogy nem kellett volna? Igazából nem. Önhöz nem, vagy egyáltalán nem, a Magyar Rádióban sem volt ilyen visszajelzés? A kollégák alapvetően nem nagyon... Ilyen értelmű kapcsolataik nem voltak politikusokkal. Tehát azt is mondhatnám, hogy tiltva volt, de ez így nem igaz, mert föl se vetődött, hogy politikusokkal azok a kollégák, akiket én neveztem ki, azok ilyenfajta diskurzusokba keveredjenek. Akkor mire mondta, hogy igazából nem? Hát volt egy-két telefon, de azok nem arról szóltak, hogy miért adtuk le. Hanem hát ilyen, hát nem tudom, most csak így az a szó jut eszembe róla, lehet, hogy ha ezt össze lehetne vágni ezt az adást, akkor még gondolkoznék valami jobb szón ehelyett, ilyen sündörgések voltak, de nem. Ki sündörgött? Nincs jelentősége. De van. De tehát, hogy nem top politikusok. Szocialista politikusok? Hát ja, persze. Hát őket érintette. De mit sündörögtek? Hát már lement, hát, akkor már mit lehetett sündörögni? Hát lement, hát nincs is azzal semmi baj, de hát azért hogy lehet, hogy ki volt osztva nekik, hogy fel kell hívni. Aha. Engem. Tehát nem volt különösebb utózöngéje ennek a pillanatnak? Nem, semmi.